Kegyeleti megemlékezést tartottak a magyar királyi második honvéd hadsereg Don melletti katasztrófájának emléknapján 2018. január 12-én a török-szentmiklósi Kossuth téren a Hősök szobránál. Molnár Barna, önkéntes területvédelmi tartalékos hadnagy, megemlékező beszédében felelevenítette az úrévi áttörés történéseit. Elmondta, hogy a hősöknek példaként kell állni az egész társadalom előtt, mert a kilátástalan helyzetben is mindig van remény. A múlttal való szembenézés nem csak a hozzátartozók és a magyar honvédség kötelessége, hanem az egész nemzetnek tisztelegnie kellene a hősök előtt. Örökké emlékezni fogunk rátok, büszkén, felemelt fejjel, zárta gondolatait Molnár Barna. A történelmi egyházak képviselői Beke László baptista lelkész és Szabó József elnök lelkész imádkoztak a hősök és áldozatok lelki üdvéért. A Magyar Honvédség hadkiegészítő és kiképző parancsnokság katonai szervezetének díszőrsége mellett Markóth Imre polgármester és Révi Attila alpolgármester helyezte el a város koszorúját, majd a jelenlévők virágokkal, mécsesekkel tisztelegtek a hősök emléke előtt. Thank you.